Mivel fogjátok megünnepelni ezt az ezüstérmet? Én leginkább egy hatalmas pihenéssel szeretném, mert ez az év ez nagyon nehéz volt, leginkább mentálisan, és igazából április-május felé én nem gondoltam volna, hogy világban aki dobogóra fog állni. Ez úgy gondolom, ez a párosunknak egy hatalmas előlépés a jövőre nézve, szóval elégedetten zártuk végül is ezt az évet, és szeretnénk kipihenni, és októbertől meg elkezdeni 2020-ra az edzéseket. De mivel fogsz ünnepelni? Én készülök a 201-esemre, ami még holnap hátra van középdöntővel. Tehát akkor mondhatjuk, hogy edzéssel, meg futammal. Igen, igen, edzéssel és futammal. Hogy említetted, hogy májusban még nem gondoltad volna, hogy itt érmes leszel, miért? Azért nem, mert volt egy kenús program, ami szétszedett minket, párost, és ugye az 1000 méterre fókuszáltunk, ami igazából most így visszagondolva nem volt rossz, mert sok jobban bírtuk az 500 métert, viszont ezt a páros szétszették, amit ma akkor is gondoltam, hogy nem lesz annyira jó ötlet, mert tényleg ameddig mi kibírjuk, addig nyerünk itthon. Most tényleg az a cél, hogy jövőre az 1000 métert is kibírjuk, és ahogy látszik, 17-ben 200-on, most 500-on dobogóztunk, úgy gondolom, hogy ott vagyunk a nemzetközi mezőnyben. Nyilván az 1000 méteres mezőny az nehezebb, viszont viszont a kínaiaknak minden távra van egy nagyon jó párosa, ugye? Ahogy mi az utolsó 3 évben készültünk 500 méterre, ez a kínai páros az egész évben erre készül. Ugye azt látok is, hogy a kínaiak viszonylag nagy előnnyel értek a célba, a spanyolok nagyon rajtatok voltak ebből, mennyit érzékeltetek ott a pályán, hogy ők jönnek, illetve mi vitt meg előre titeket a végén, ez a hangulat, ami itt van? Igen, ez a hangulat mindenképpen vitt előre minket a végén. Egyébként visszatérve a kérdésed elejére, én egyáltalán nem érzékeltem, hogy lenne bárki a kínaiakon kívül, hiszen tudtam, hogy elindultunk, eljöttünk a többiektől, és tudtam, hogy nem fogunk elfáradni, hiszen az elmúlt egy hónapban a felkészülésünk során sose volt erre példa, hogy ne bírtuk volna ki a végét, ezért nem kellett arra fókuszálni, hogy ki jön hátulról, csak arra figyeltem, hogy a kínaiakat hátra utol tudjuk érni.